Carmen, ön koordinálja az Imagomol tevékenységét. Milyen szolgáltatásokat kínál? Cégünk kínálata széles körű, kezdve a projektfejlesztéstől a menedzsmenten át, egészen a kutatásfejlesztés, illetve a kórházak és az üzleti világ összekapcsolásáig. Tartunk képzéseket is a projektmenedzsment, a pályázatírás, a promóció témaköreiben. Ezeken kívül kommunikációs és tájékoztató felületeket biztosítunk tagjaink számára, van havi hírlevelünk, jelen vagyunk a közösségi médiában, és természetesen van weboldalunk. Ön szerint a cégek számára milyen hozadéka van a tagságnak? Számtalan előnye van annak, ha egy cég belép egy klaszterba. Például az, hogy kapcsolatba kerül saját szakterülete szereplőivel, a kutatásfejlesztés szakembereivel, akadémiai kutatóhelyekkel. És nagyobb esélye lesz arra is, hogy labdába rúgjon akár hazai, akár nemzetközi pályán. Hogyan reagáltak a járvány miatti válságra az uniós klaszterek? Az európai klaszterek nagyon gyorsan választ adtak a járvány szülte nehézségekre. Ezek egyike az a portál, amelyet azért indítottak, hogy segítsék a kínálat és a kereslet, illetve a különböző klaszterek egymás közötti kommunikációját. Ezen kívül gyorsan felderítették az ellátási láncok szakadásait és a járvány legfőbb gazdasági hatásait, így javaslatokat tehettek a hatóságoknak, milyen intézkedésekkel csökkenthetik a nehézségeket. Végül mit tanácsolna azoknak a cégeknek, amelyek fontolgatják, hogy belépnek valamelyik klaszterba? A legfontosabb, hogy elemezzék, mit nyerhetnek egy ilyen tagsággal, és az milyen viszonyban van víziójukkal és üzleti filozófiájukkal. Az is fontos, hogy nyitottak legyenek a tudásuk megosztására és az együttműködésre. Kérjenek is fel együttműködésre másokat, mert az egészen biztos, hogy üzleti lehetőségeik növekedni fognak.